megkaptuk a felhívást a Borsod megyei polgárőrszövetségtől, hogy szervezzük meg a segítséget, és hát elsőként jelentkeztünk, és összehívtam a rendkívüli gyűlést. Örülök neki, hogy mindenki úgy állt hozzá, hogy persze azonnal menjünk, hiszen nekünk is, ahogy emlékszünk, 2010-ben sajnos ugyanebben a helyzetben voltunk, és mi is örültünk, hogy láttunk itt polgárőröket, ezért úgy gondoltam, hogy nekünk is kötelességünk, és kérdeztük, hogy akkor hova merre, tehát felvettem a kapcsolatot, és Győrbe kellett mennünk. Megérkezésünkkor örültek neki, tehát már előre közöltük, hogy milyen eszközöket viszünk, mivel kérdezték, és ennek megfelelően osztottak be bennünket. Hát a felszerelések, itt vannak kettő darab szivattyú volt nálunk, egy csónak és egy áramfejlesztő. Odaérkezésünkkor először elkezdtünk szivattyúzni, áramfejlesztőt adtunk, csónak motort nem kellett igénybe venni, majd utána el kellett menni forgalmat irányítani, és a végül éjszaka pedig rakni kellett a zsákot. Ezzel fejeztük be. Másnap reggel, tehát hajnalban, mert le sem feküdtünk, tehát kint voltunk egész éjszaka. Majd reggel, amikor bejöttünk, hogy reggelizni, megmosakodtunk, akkor kaptuk az utasítást, hogy még menjünk ki, és még irányítjuk a forgalmat. Majd utána közölték velünk, hogy mivel megyen az ára lefele, tehát apad a Duna. Így közölték velünk, hogy úgy néz ki, hogy már itten nem lesz szükség ránk, és akkor 13 óra akkor közölték ezt, de viszont átszerveztek bennünket, hogy jöjjünk Budapestre, a Margit-szigetre. Ott megérkezésünkön szintén először ellátósak voltunk, tehát körbe kellett járkálnunk. Fele az egyik csoportnak elment rakodni, tehát zsákokat rakták, illetve rakták az átszivárgásnál. A másik fele meg ellátmányosok voltunk, tehát hogy meg járni kellett, hogy kinek mit vigyünk, és akkor ennek megfelelően dolgoztunk. Majd este folyamán szintén áramfejlesztést is elő kellett venni, tehát áramot kellett adni. Hát sajnos 23 óra a körüli időbe szóltak, hogy a Margit szigetet el kell hagyni, így azt elhagytuk, és kivittek bennünket onnan. Egy másik helyre, az úszodába vittek bennünket, ahol szintén zsákolni kellett, ott áramfejlesztőt nem kellett használni. Tehát ott zsákoltunk, és ahol a töltés át volt ázva, tehát csordul át a víz, ottan erősíteni kellett a gátot. És akkor ma reggel úgy volt, hogy még menjünk tovább Szentendrére, de szóltak, hogy mivel mióta mi elmentünk már 3 napja, tehát azóta talpon vagyunk egyfolytában, és látszik is rajtunk, hogy fáradt vagyunk, és közölték velünk, hogy nagyon szépen köszönjük a munkánkat, és hát továbbiakban jöjjünk az és pihenjünk, mert hát nem tudtak szállást biztosítani. A Fennsíró-Orcai Polgárőr Egyesületnek van egy motorcsónakja, egy áramfejlesztője és 4 szivattyúja. Hát ebből a 2 szivattyút vittünk el, mivel a másik 2 szivattyú kölcsön van adva a korábban településen, szintén árvíz volt, oda elkérték kölcsön, tehát ezzel a 3 járművel, illetve az önkéntes tűzoltók voltak velünk, hiszen mi 6 fő polgárőr volt, és 2 fő önkéntes tűzoltó, és szintén nekik is egy áramfejlesztő és egy szivattyújuk volt, tehát azzal is részt vettünk, illetve volt egy másik kocsi is, tehát 3 kocsi járművel vettünk részt, amivel le tudtuk szállítani, és így. Hát egyrészt én azt úgy ítélem meg, hogy ahogy Győrbe voltunk, ott a ott lévő vezető megdicsért az embereket, hogy nagy precízzel pontosággal rakják a zsákot, hogy még ilyen nem is látott. Hát ekkor én közöltem vele, hogy sajnos 2010-ben ezt meg kellett tanulni, és azért csinálják ilyen precízen úgy. És most a hazatérésünk alkalmával, mielőtt indultunk volna Budapestről, Országos Polgárőr Szövetségnek az épületéhez mentünk, ahol a indulásunkkor segítettek, megtankoltak nekünk, tehát minden járművet, amit elhasználtunk, üzemanyagot, a szivattyúkhoz, azokat is, kannáinkat mind teletöltötték, és kaptunk egy érmét, amivel megköszönték a munkánkat.